Sziasztok, Szűcs Tamás, vagyok az üzleti gondolkodó. A mai videónk témája egy barátommal való beszélgetésünk, illetve több szereplős volt, de itt az volt a cél, hogy ő, ő konkrétan elmondta, hogy mik a tapasztalatai. Ő ugyanis Romániában, Erdélyben él, és mondja, hogy hát elég érdekes folyamatok vannak náluk is. Az ilyen péntek este beadott változtatások, törvénymódosítások terén tanultak ők is, úgyhogy ez náluk is előfordul. Viszont annyi, hogy nem azonnali hatályúak, hanem ott még vannak pár illetve ilyen tíznapos haladékok, mire bevezetik ezeket a újdonsult törvényeket, ami, ami jelenleg a mi fülünknek elég fura, hiszen eddig nagy többségében, ugye, a két gazdasági dolgot próbáltuk összehasonlítani, azért nem tűnt föl, hogy ennyire, ennyire megszorítanák meg, a, román gazdaságot. Hát most sikerülni fog állítólag. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy új törvényük szerint ezer lej fölött nem engednek készpénzforgalmat. Tehát adott esetben az ember elmegy mondjuk vásárolni egy lapos tévét, ahogy a példa adta, akkor ott van lehetősége ezer leig készpénzre fizetni, a többit pedig banki átutalással vagy bankkártyával fogja tudni kiegyenlíteni. Ez mondhatnánk, hogy igazából nem is, nem is, fontos, de, de igenis fontos, hiszen a bankok, illetve a, a készpénznek a használatát igyekeznek kikerülni, és egyre nagyobb mennyiségű forgalmat digitálisan, tehát bankokon keresztül bonyolítani. Ez a nyomon követhetőség, illetve a, a könnyen lezárhatóságnak a, jegyében zajolhat, szerintem. Nyilván ők tudják, hogy hova, hova iránylik ez a, ez a törvénykezés. Viszont ezen kívül kapott a, a bankszektoruk ők is egy olyan adótípust, hogy bevételék után 2%-ot kell az államkasszába befizetniük, tehát nem a profitjuk után, hanem a bevétel után, az kívül nagy különbség. Erre válaszul a náluk hivatalosan ki jelentette ugye a bankszektor, hogy jó, semmi gond nincs, ezt ráterhelik a, a őket szolgáltatásokra, tehát mindenféle szolgáltatásra, akár magánszemély, akár céges, és, és meg is teszik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen, ha olyasmi, mint nálunk a tranzakciós illeték, egy ilyen valahány százalék, de minimum tízlejes költségcsomag, tehát ha behelyez a számlájára valaki 100 lejt, akkor, akkor 10 lejt levonnak belőle, ha kivesz szintén, de ennél a nagyobb összegeknél ugye a százalék alapú ö, levonás, illetve hát igazából elvonás fog érvényesülni. Aztán egy pár szóban említette, hogy mi lehet még nagy probléma adott esetben náluk, ami én szerintem nálunk egy picit előnyösebb, ö, mégpedig az, hogy a teljes gazdaságunkat tönkretették, se mezőgazdaság, sem iparuk nincs, tehát amik voltak, azt mindent leépítették. Ez azért nagyjából ismerős szerintem a világ bármely szektorába. Illetve még egy pár mondatban említette azt, de ezt már többször is mondtam, mert azért az nem először beszélgetünk erről, hogy ami, ami tulajdon volt ott, nevezzük nemzeti tulajdonnak, azt bizony az Unió részére rendesen kiárosították már. Tehát a termőföldek, illetve a, a jóhozamú földek és egyéb erdők minden ö, uniós államoknak a tulajdonába került, legfőképp hollandoknak és németeknek. És például az erdőket gyakorlatilag teljesen tarra várták évekkel ezelőtt, és úgy, ahogy volt, az egész fa készletet elvitték. Ezt azt hiszem, ismerhetjük arról is, hogy megpróbálták nálunk is ugyanezt megcsinálni a németek, amikor elkezdték a, a a Megszüntetni a, a nukleáris erőműveiket, és ugye ráálltak a kisüzemi, vagy kis ö, méretű hőerőművekre, tehát ilyen utca szintű meg, meg ház-szintű házszintű erőműveknél a fatüzelésre próbáltak átállni, mert hogy működik Ausztriában is. Na no, hát ugye akkor a, a magyar erdők alapvetően nem kerültek az ő és, és feltételezzük, hogy azóta sem, meg hát a, a, a tarvágás bevezetését nem nem követte akkora, a teljes kivágott szektor mint amit gondoltunk. Én ennek nagyon örülök. Úgyhogy szóval százszónak is egy a vége, Romániában most érlelődik egy, egy, nagyon nagy polgári engedetlenség. Feltételezem én, ha ez ténylegesen, már pedig tökéletesen szabad tartom a, az ismerősömet, ezt bevezetik úgy körülbelül egyszerre, amikor amúgy is baromi nehéz az élet, mert azért a az összes gazdasági esemény, ami ugye nemzetközi és globálisan zajlik, tehát az inflációs és társai, az, az nekik ugyanúgy probléma, és, és még erre ráhúzza az államuk ezt. Én nem gondolom, hogy, hogy előbb-utóbb ebből nem lesznek bármiféle retorziók, illetve polgári engedetlenségek. Hát figyeljük, hogy mi történik, aztán aztán valamit igyekszünk lépni ellene. No, hát köszönöm, a velem voltatok, ha tetszett, akkor kérek lájkolt, like ha rájössz, hogy mi gazdaságilag ez miért lehet fontos, mi az, amire figyelni érdemes, akkor, akkor azt javaslom, hogy, hogy tedd föl nyugodtan a kérdést, vagy éppen add meg a választ, hogy, hogy miért gondolod hogy én ezt idehoztam a csatornámra, és, és találkozunk holnap is. Köszönöm még egyszer, hogy velem voltatok, sziasztok!